Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Csücskabok mai adásába. Ma kamillás sertéspörköltet fogunk készíteni. Pékné módra, és gerincoszlop tésztát fogunk hozzá tálalni. Ott már forra víz vadul, és most ünnepélyesen előveszik a kis csücskabokunkat. Így látjátok? Mindig elővesszük. Gyorsan essünk túl a dolgokon. Barga Urfi, a herceg véredre iszok most. Átszűri bazd meg a buborékot. Nagy szóval a pörkölt nagyon-nagyon finom lesz. Azonnal elkezdjük, gyorsított eljárásba kell ezt most végignézzétek. Úgyhogy vadul vacsingoljátok. És próbáljátok meg kiszűrni a részleteket. Nos, kamilláztam, nem gyorsítva lesz előadva. Vetünk elő disznózsírt. Belerakjuk a kis jóképű csicskabokunkba. Nagyon. Nagyon belerakjuk. Ma megígérem, nem fogok böfögni. Rakunk egy kicsit a tészt a vizébe is. Aztán most rakunk egy kicsivel többet a bokba. Ó, de nagyon for, ó, de nagyon ó. Nos, elővettük az összevágott vöröshagymánkat, hozzáadjuk. Hozzá van adva. Nos, már közben a csirkecombunkat, amit most disznóhúsként fogunk használni, átmossuk, lecsöpögtetjük. De jó illat lett a konyhába, gyerekek. Ezt mindig nagyon szerettem, ezt az illatot. Nos, kedves barátaim, amiben megbarnult a hagyma, akkor megfogjuk a finom csirkecomb felső filézett husikánkat, azt hozzáadjuk. Nagyon-nagyon finom lesz. És amennyiben nagyon-nagyon finom lesz, úgy nagyon-nagyon finom is lesz emellett. Emellett, amellett. Ilyenkor hozzá szoktam adni egy kis sót. Nos, így egy kicsit zúzzuk. Ne nézzé! Nos, kedves barátaim, ameddig rotyog a hús, addig elővesszük a gerincoszlop tésztánkat, aztán már forra vízünk. Hozzáadjuk a finom forró zsíros vízhez. Aztán a finom csirkehúsunk már is frankon fölvette a formáját, elviselhető színe lett. Mindenhol átérte a hő, a forró víz. Ilyenkor jön az a rész, hogy hozzáadjuk a piros paprikát. Édes piros paprikát. De tudjátok, ilyenkor nem szabad hozzáadni, mert odaég, az keserű lesz. Úgyhogy leveszik a tűzről. Most, hogyha hisz nekünk, akkor abba hagyja a trötyögést. Aztán adunk hozzá 2 pupos kicsi kanál piros, édes, tört paprikát. Megpróbálunk beletalálni. Nem ide mellé, hanem oda bele. Sokkal jobb helye van ott benne. Hogy? Nos. Hamarosan elkészül a finom kis pörköltünk. Úgyhogy most így 10-10-en kívül megtöröljük odafröccsen egy sába. Még jó, hogy én vagyok a csicska mosogató itthon. Tudom, ha lenne ami kemény üvöltözés, akkor szomtok.
primitív vagyok, és primitívként kell viselkednem. Anyukámnak megígértem, hogy nagyon primitív leszek a mai adásban. Az volt a tervem, hogy neki biciklizek itt a vizének, a sütőnek, de sajnos nincsen bicikli. Anyukám nem tanított meg biciklizni sajnos. És a paprikát enni nem tanított meg, mert ezeket nem szereti. És amiket ő nem szeret, azt mi se szeretjük, ugye már? Nos, anyukám ilyenkor szokta elkapcsolni. Most jön a befögés, kedveskéim. Nyomjatok egy tetsziket, hogyha szeretnétek befögést. Nyomjatok egy nem tetsziket, hogyha nem szeretnétek egy befögést. Mindegy. A választ csak ti tudjátok erre. Nos, rogyog a rigyre, hogy hozzáadjuk a vizet. Úgy, hogy ellepi a húst. Amikor ez megtörtént, akkor még egyszer keverünk rá egyet, mint a DJ-ek a Cosmix-ba. Sebi barátom ezt megint látná, megint szívná a seggemet nagyon keményen. Adunk hozzá borsot. Nem adunk hozzá petrezselymet. Egy nagyon kis vegetát szoktam hozzárakni. És jön a kis paradicsom. Most lehet másnak a paradicsa is, de én az én paradicsomot szoktam hozzáadni. Hogyha gondoljátok, ti hozzáadhatok másnak a paradicsomát is. Kiszokszom szedni itt a izéját, a pöckét neki. Mindenből kiszeretem kipiszkálni a pöcköket. Aztán így belerakjuk a kajába, és készül. Benyomjuk alulra a paradicsomot. Egy. Azt hiszem, hogy kérek kis borsot még. Nos, megvárjuk, amíg vadmód elkezd bugyogni a cumó. Aztán akkor visszavesszük, aztán hagyjuk forni. Onnantól kezdve gyorsított felvétel lesz.
Nos, kedves barátaim, elkészült egy nagyon finom rozmaringos csirke derék. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy megnéztétek a mai adást. Ennyire futottam ma. És most telehammalom magamat. És jó étvágyat nektek is. Ha bírtátok követni, akkor próbáljátok leutánozni. Szevasztok. Csicskával!